Sziasztok! A 20 éves szemeszter legújabb adását láthatjátok. A mai adásunkban elviszünk titeket egy foci meccsre és egy koncertre is. Megismerkedtettek egy újabb volt hallgatónkkal is. És a DJ szakma világába is bevezetést adunk nektek. Tartsatok velünk! A Fröcsteraszt SL szegedi egyetemistákból álló baráti csapat, amely idén már a második bajnokságát futja a foci bajnokságon. Természetesen a foci meccsek akkor sem maradhatnak el, ha fúj, ha esik. Az idei őszön mindenféle időjárásból kijutott bőven, de a játékosok lelkesedése töretlen maradt, akárcsak a minden héten támogató szurkolóké. Ez a kispás csapat, ez a mindenem. Viccet félretéve egyébként tényleg nagyon szeretem. Ez úgy jött, hogy itt egyetem elején elkezdtünk barátokkal eljárni futballozni, akkor még nagyon nem is ismertük egymást. A kezdeti bizonytalanságból mostanra kialakult egy állandó csapat, amely összeszokottabbá vált, ez meg is látszik a csapat játékának képén. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb lett a csapatban az összetartás, sokkal jobb barátokkal váltunk így mindannyian, és egy nagyon jó társaságot kovácsolt össze ez, nem csak a focipályán, hanem azon kívül is. Talán az első évben, amikor még együtt jártunk focizni, akkor ugye bajnokságban nem szerepeltünk, és kicsit talán még most is nagyon barátias a hangulat, de akkor kicsit lazább volt, inkább azt mondanám, kevésbé volt feszült, de most ezt a versenyszellemet is nagyon élvezi mindenki, hiszen a csapat többsége az jelenleg is versenyszerűen focizik. De az első évben annyival volt másabb, hogy nagyobb társasággal fociztunk inkább, és tényleg lazább, kötetlenebb foci volt. Ez már sokkal inkább versenyszerű. Húzzuk széljel, menjünk egy kicsit fájjel! Ati, répetszek bele középről. A játékosokat megkértük, hogy pár szóban jellemezzék a Fröcsteraszt esélyt. Barátság, mert minden azon alapult igazából kezdetekben. Mondanám a kitartást és alázatot, hiszen nem adjuk fel, azt látszik a meccseken. Az összetartást is mondanám, nem akarok túl felszínes lenni, de nagyon jó a társaság és egyre jobb, én azt érzem. Evidens, hogy a barátság. Szeretet, ez a hát maga a sport, sportélmény. Ambrus, menj rövidre! Lehet, hogy kicsiként indultak, de a játékosoknak sokkal nagyobb terveik is vannak a jövőre nézve. Célok azok vannak egyfolytában. Hát jelenleg fel akarunk jutni a másodosztályba, de azért az elsődleges célunk az, hogy mindenki jól érezze magát, hiszen ez egy baráti foci, mindenki játszon. Úgy gondolom egyértelmű, hogy a feljutás a célunk, mindenki így gondolkozik, viszont hangsúlyoznám, hogy ez egy baráti foci, és itt legelső sorban nem az eredmény a lényeg, hanem az, hogy jól érezzük magunkat, és mindenki oda tegye magát a pályán. Szerintem úgy különösebb célja nincs. Egy általános célja van, hogy jól érezzük magunkat, mindenki szeressen ide járni, ez szerencsére még nem változott meg, és ez talán a legnagyobb cél, hogy ne is változzon meg. Úgy gondolom, hogy bárki, nem csak a csapaton belül a játékosok, hanem akik közel állnak hozzá, mint a szaktársaink, barátaink, a családban a hozzátartozók, mindenkinek egy szívmelengető érzés ez, és hát így szavakkal nem tudnám leírni. Új barátokat, nagyon sok új barátot, tehát hogy úgy kezdtük, hogy 3-4 embert ismertem a csapatból kezdetekben, most meg pedig 13-14-en a kerettagok vagyunk. Szóval egy nagyon jó közösséget, egy összetartó közösséget, és embereket, akikkel jól tudom érezni magam, és végre azt tudom csinálni, amit talán a legjobban szeretek focizni. A terasz nem csak játékosokból áll, a meccsekre kilátogató szurkolók támogatása minden héten érzékelhető, legkedvesebb emlékükről őket is kérdeztük. Éppenséggel a szaktársaim és nagyon jó barátaim játszanak itt, és minden kedden kijövök hozzájuk szurkolni. Legemlékezetesebb az legalábbis nekem a legutóbbi meccs volt, amikor lejöttünk, és a csapat egyik játékosának az édesapja, aki a csapatnak a támogatója, hozott egy hatalmas ajándékcsomagot gyakorlatilag az egyik szurkolónak, aki hangjával nyomatékosítja és próbálja erőrébb vinni a Fröcsteraszt az első helyezett felé.
Az egyik legkedvesebb az, amikor a megalakulásunkkor, amikor első hivatalos tornánkon voltunk, az a negyedik hely szerintem a 12 csapatból az egy nagyon jó eredmény volt, úgyhogy büntetőkkel kaptunk ki az elődöntőbe jutásért. Nagyon fájó is volt, de ettől függetlenül nagyon-nagyon szép emlék volt. Voltunk egy elég szórakoztató csengelei tornán, az jól sikerült, ott bronzérmesek lettünk, meg a Szevasztavaszon is jó eredményt értünk el, illetve ez is nekem hatalmas öröm és hatalmas nagy helyezés, hogy második helyen állunk itt a városi kispályás labdarúgó bajnokságban. A Fresh Trust továbbra is harcban van az első helyért, további sikeres szezon kívánunk a csapatnak! Az idén 20 éves szemeszter 2004 tavaszán egy olyan témával foglalkozott, amely most is legalább annyira időszerű, mint két évtizeddel ezelőtt volt. Mégpedig az, elég kreditet teljesítettünk-e. Ez főként azoknál időszerű, akik diplomaszerzés előtt állnak. Mindenki számolgat, megvannak-e a kötelező kreditek, és az általánosan művelő tárgyakból is eleget vettünk-e fel. Ebben így nyújtott a segítséget 20 évvel ezelőtt a szemeszteresek. Általánosan művelő tárgyat felvenni kötelező. Kérdés, hogy miért és hányat. Sokan csak találgatnak, tippjeik vannak, és a kreditek számolgatása közben még az is felmerül bennük, miért van erre szükség. Az elmúlt években egyértelműen a pszichológiai tárgyak voltak a legnépszerűbbek. Arról van szó, hogy egy adott szakmán belül, egy adott szakképzésén belül szeretnénk színesíteni a palettát, szeretnénk, hogyha nem csak a szakos tárgyakat hallgatnák a fiatalok, hanem más tudományok, más készségekkel terén is kapnának bizonyos képzést. Mit tudsz arról, hogy pontosan milyen és hány általánosan művelő tantárgyat kell felvenned? Hát vannak ötleteimről, szóval még az első év elején elmondták, hogy mik a követelmények, aztán az alapján próbálom felvenni az általános művelőket, de az utóbbi időben nem nagyon sikerültek. Nekem két szakom van, és mind a kettő tanárképes szak, úgy tudom, hogy az számít, hogy hány szakos vagy, meg hogy tanárképes szak-e, és ha minden igaz, akkor nekünk 8 általános művelőt, és azt hiszem, hogy ebből 4 kötelezőmből elvileg az egyiknek ilyen bevezetés a bölcsődbe kell lenni. Hát szerintem olyan 10. Én két szakos vagyok, úgyhogy tudtam már, nekem összesen 8-at kell, 8-2 órát, és ez meg is van nekem, jól tudom. Akkor te azt is tudod pontosan, hogy milyeneket, mik azok, amelyek kötelezőek? Van egy filozófia, és 3-at kell az alábbi 8 tantárgy csoport közül. Filozófia, szociológia, politológia, közgazdaságtan, esztétika, logika talán, és informatika. Honnan szerzel információkat, hogy miért hányat kell felvenned? Honnan tudsz információkat szerezni? Az LTR-ről szoktunk, meg így egymás között megbeszéljük, hogy melyik a jó tantárgyak. Esetleg a kurzusfórumon, ami megjelenik, de interneten az LTR-en belül. Sajnos erről túl sok információval a tanulmányi osztály nem tud szolgálni, ugyanis egy párszor már előfordult az is, hogy elzavartak minket, hogy ők ezt sajnos nem tudják megmondani, úgyhogy információt erről csak esetleg az internetről tudunk megszerezni, vagy esetleg a évfolyam felelősöktől. Minden egyes karnak megvan a maga struktúrája erről, tehát nagyon érdemes, nagyon jó, hogyha az elektronikus tanulmányi rendszerben, az LTR-ben a honlapot megkeresik a hallgatók, mert ott egészen pontosan lehet látni, hogy hány órát kell fölvenni, ha jól emlékszem a bölcsészkaron például 18 darab kurzust kell fölvenni, és akkor ott vannak bizonyos témakörök, amelyek előtérbe kerülnek, filozófia, szociológia, pszichológia és egyebek, és a maradék helyre pedig föl lehet bármilyen olyan ámét, tehát általánosan művelő értelmiségképző tárgyat venni, amit a hallgató szeretne. Az lenne a célszerű, hogyha a hallgatók az adott szakon, amelyet hallgatnak, amelyet tanulnak, a szakfelelőst, a szakgazdát keresnék meg, hogyha bármilyen problémáik van a kreditek kell kapcsolatban. A korábbi években a pszichológiai tárgyak voltak a legnépszerűbbek, ebben a fél évben az élen az európai integráció története végzett közel 1000 hallgatóval. Mindez nem a véletlennek, sokkal inkább az emberi figyelmetlenségnek és a technika ördögének köszönhető. Az Európa Tanulmányok Központ, amelyikben én dolgozom, ennek van egy speciális képzése, és ennek a képzésnek a keretében hát meghirdetjük lényegében minden fél évben ezt az európai integráció története című kurzust. Na most emellett a kurzus mellett én meg szoktam hirdetni valóban a határon túli magyaroknak is egy
órát, amelyikre csak néhány hallgató szokott járni, egy ilyen 5-6, maximum 10 fő, tehát ez egy ilyen nagyon szűkkörű kis baráti óra szokott lenni. De most ebben az évben, amikor ez meghirdetésre került, akkor hát igazából egy sajnálatos adminisztratív hiba miatt ez oly módon került meghirdetésre, mint általános művelő tantárgy, különösen hát TTK-sok és GTK-sok számára. És a legnagyobb meglepetésemre közel 1000 ember jelentkezett rá, aminek nem tudtam, hogy örüljek, vagy ne örüljek. Végül aztán a tanulmányi osztály kérésére elindítottuk ezzel a óriási létszámmal az órát. Jövőre, ha indítjuk, valamilyen formában lesz indítva, de akkor valószínűleg már máshogy fog ez majd menni. ETR ide, rendszergazda oda, az adminisztrációs hibák nem mentenek meg bennünket attól, hogy számolgassuk, megvan-e az elegendő kreditünk az átművekből. Az előző kisfilm egyik riportere Lackó Adrián volt, aki szerkesztőként is több szemeszter készítésében vett részt. Adrián Budapesten él és dolgozik, a médiát ugyan nem hagyta el, de más aspektusból foglalkozik vele. November 30-án Budapestre vezetett az utunk, ahol Lackó Adriánnel találkoztunk. Egy kávézóban futottunk össze, ahol beszélgettünk és nosztalgiázásba kezdtünk az egyetemi éveiről, Szegedről és magáról a szemeszterről. 2000-es évben kezdtem az egyetemet, és hát nehéz kiszámítani, hogy 5 évig voltam kommunikációszakos, és addig jártam Szegedre. Imád színházba járni, de már unod a sablonos színdarabokat? Látogass el a Fókusz című hely előadására, és a színházról alkotott képet gyökeresen megváltozik. A főként egyetemistákból elő társulat legutóbb Rozek, Özvegyek című darabját állította a Fókuszba. Jó estét! A legszebb évek voltak, mondhatom. Nagyon nagy szabadság volt, és én nagyon megtaláltam a helyem itt a kommunikáció szakon. Nagyon sok felé tudtunk dolgozni. Újságot írtam, rádióztam, tévéztem nagy erőkkel akkor több helyen, úgyhogy egy nagyon gazdag és mozgalmas időszak volt, és tényleg nagyon szívesen emlékszem rá, mert igazi jó élet volt, jó egyetemi élet. Szerintem, amikor már felsőbb évesként elkezdtük tényleg a televíziózást is tanulni, akkor indulhatott, hogy legyen egy ilyen egyetemi műsor, és amiben természetesen én is szívesen így részt vállaltam, meg egyébként abszolút olyan évfolyam volt, hogy mindenki szívesen produkálta magát, szívesen kipróbálta magát, és erre egy nagyon jó lehetőséget adott a műsor. Jégretették magukat az egyetemisták. A BTK-s, TTK-s koriás keretében február végén több százal látogattak ki a szegedi műjégpályára. Az esti jégtánc bemutatóval kezdődött, majd átvették a terepet a szintén profi gyors és az egyelőre csak műkorcsolyázók. A bukások száma ugyan magas volt, de a hangulat cseppet sem volt fagyos. Aki lecsúszott a buliról, annak pótlásképp ajánlanám a péntek esti kori diszkókat, aki pedig javítani szeretne a technikáján, az március 20-21-én megnézheti, hogy mit alakítanak a profik a szegedi nemzetközi jégtáncversenyen. Most néhány hónap múlva lesz pont egy évfolyam találkozónk, úgyhogy tartjuk egymással a kapcsolatot az évfolyamról, abszolút olyanokkal is, akik benne voltak az adásban, és hát nagy öröm, hogy azért néhányan pálya közelben maradtak, vagy a pályán mondhatni, és mindig tényleg érdekel, hogy kivel mi történik, hol van éppen, mert azért nem könnyű ebbe a média világában így dolgozni manapság, de néhányuknak sikerült. Az anyukám magyar, ő, és végül is tanulni jöttem, úgy volt az első cél. Sok jó pillanat van. Emlékszem például egyszer Kóka Jánossal tudtam interjút készíteni, a Belvárosi moziban volt egy filmbemutató, és például őt egy olyan embernek gondolom, akivel érdemes beszélgetni, és erre nagyon szívesen emlékszem.
illetve több ilyen könnyűzenei műfajban tevékenykedő zenekar is volt, akiket megszólaltathattam. Emlékszem tényleg olyan pillanatokra, amikor így szökőkútnál adást csináltunk, hányszor vettük fel, hogy ne vettük el, mi történt. Szerintem tényleg így izgalmas volt, nagyon jó volt kipróbálni akár a kamera oldalán, akár a mikrofon oldalán ezt a tevékenységet, úgyhogy én kifejezetten egy pillanatot nehéz megragadni, de az biztos, hogy sokat adott, hogy volt egy ilyen lehetőségünk, egy ilyen játszótér kvázi, ahol kipróbálhattuk magunkat. Én az egyetem után egy kicsit más irányt vett az életem, és a marketing területén kezdtem el dolgozni, de annyira nem távolodtam a médiától, a médiumoktól, és több újságnál voltam marketing menedzser, úgyhogy pont hoztam is egy-két újságot, a Pályázatodász, egy ilyen havilap volt, ahol igazgattam a marketinget, illetve nagyon büszke vagyok erre a Budapesti Hétnapra, ez egy ingyenes terjesztésű budapesti heti lap volt, ami sajnos megszűnt, de abban az egy évben, amíg viszont működött, addig én voltam itt a marketing menedzser, úgyhogy most is egyébként hirdetéskezelői, úgymond PPC fronton dolgozom, de nem teljesen távolodtam el a médiától, most például a VMN szerkesztőségének a hirdetéseit intézem, úgyhogy valahogy mindig igyekeztem, hogy megtaláljam ezt a kapcsolódást. Nagyon érdekes, már így a diplomázásom másnapján elhelyezkedtem Budapesten, egy irodabútoros cégnek lettem a marketingese. Aztán az inkább az értékesítésről szólt, szóval hamar váltottam, és akkor mentem a Starfish kiadóhoz, és ott volt különböző havilapok voltak, aminek a marketing tevékenységét intéztem. Majd egy rendezvényszervező cégnél dolgoztam, az is egy nagyon jó tapasztalat volt ebbe is belelátni, és aztán újból egy kiadóhoz kerültem, a Pannonlapok Társaságához, ahol indították ezt a Budapesti Hétnap nevezetű hetilapot. Ez egy nagyon komoly szerkesztőség volt, Dalia László volt a főszerkesztő, és minden kerületben volt egy mutáció, tehát hogy komoly szerkesztőségi munka folyt, és ez nagyon jól esett akkor, hogy ilyenben részt tudtam venni, ha nem is újságírói oldalról, de egy másik oldalról tudtam ezt támogatni. Aztán sajnos üzleti érdekek miatt megszűnt ez a lap, és elkerültem a főgázhoz, a fővárosi gázművekhez. Itt a második János Pál pápa téren dolgoztam közel 10 évig, úgyhogy azért is ez a helyszínválasztás, mint az a kávézó. És ott értékesítés támogatással, marketinggel foglalkoztam szintén, aztán pedig kislányom megszületése után az online marketing lett az a terület, amiben úgy gondoltam, hogy így nyugalmasabban el tudok helyezkedni, hogy ez egy ilyen abszolút rugalmasan tudok dolgozni, sokat otthonról is, vagy egy ilyen coworking irodából, egy kávézóban, mert gyakorlatilag csak egy számítógép kell hozzá és internet, úgyhogy én most a Clickmániánál vagyok PPC kezelő. Menedzser inkább mondhatjuk, mert most már 4 éve én dolgozom. Adrien, mint hallhattuk és megismerhettük, ugyan más területen dolgozik, a médiát sosem hagyta el teljesen. Akkori szaktársaival még mai napig tartják a kapcsolatot, hiába történt közel 20 éve az ő szegedi egyetemista élete és az ő szemeszteres korszaka. Boldogan emlékezett vissza velünk fiatalabb kori éveire. Azt mondanám, hogy ez nem egy könnyű pálya, de hajrá! Tényleg mindenki buzdítok, hogy találja meg a helyét ebben a világban. Igaz, hogy én már egy picit egy másik oldalra kerültem, de azok nagyon fontos tapasztalatok, amiket így ezáltal a lehetőség által szereztem. Nyilván az, aki kimer állni egy kamera elé, az sokkal bátrabb más területen is, lehet, hogy több önbizalma van, vagy éppen ebben erősödik, fejlődik a kifejező készsége. Szóval szerintem mindenképpen egy hasznos tapasztalás is. Hajrá!
Szeged mindig is bővelkedett a zenei és kulturális programokban és az azoknak helyet adó szórakozó helyekben. Most, hogy a Jate Klub újra nyitott, régi új helyjel bővült a paletta. Ezt kihasználva hoztál 5. nagylemezét Szegedre a Lazarus, a hazai extrém metal széna éllovasa. Hogy mifán terem ez a szélsőséges műfaj, azt a velük készült interjúban maguk a zenészek mondják el. Következzen a Lazarus! Szegeden koncertezett a Lazarus, a hazai könnyűzenei szintér egyik meghatározó formációja. A budapesti metal zenekar épp az augusztusban megjelent Black Ass című albumát utaztatja. A turnét Londonban indították az AVS-sel, az utolsó megálló Prága lesz, a koncertsorozat szegedi állomása pedig az idén 50 éves Jate Klubban kapott helyet. '19-ben játszottunk itt utoljára, még a pandemik előtt. Nagyon jó buli volt, ma este is biztosan jó lesz. Nem annyira emlékszem bármi különösen itt Szegeden. Nem. A Rongyban játszottunk nagyon sokat régen, úgyhogy valakinek rémlik. Ott voltak ilyen legendári esték. Ja. Nemrég volt ugye egy Budapest Parkos nagy koncertetek is. Az olyan nagyobb közönségű koncerteket szeretitek jobban, vagy a kis klubbulikat esetleg? Jó kérdés, de mind a kettőnek megvan az előnye, még mind a kettőnek megvan a hátránya. Elindulunk a klubbulival. Én, ha csak a magam nevében beszélhetek, én azért a nyári sztorikat egy picit jobban szeretem, az ilyen könnyen, de ott ilyen nincs, nem vacogunk, mikor pakolunk ki a buszba, meg ott azért nyilván tök sok zenekarral találkozunk, egy kicsit ilyen mókásabb, de én nagyon szeretem a klubbulikat is, nagyon szórakoztató, csak a tél az nem az én évszakom. Egy előadó zenei karrierjében hatalmas szerep jut a változatosságnak, a megújulásnak, az új inspirációknak. A Lazarus esetében sincs ez másképp. Mennyire tartjátok fontosnak, hogy lemezről lemezre megújuljatok, hogy új szint hozzatok be? Esetleg mennyire van tudatos törekvés ez iránt? Van, persze, szóval nem lehet ugyanazt játszani mindig, mert te is megunod, meg mi is. Van igazából, ahogy telnek az évek egyre inkább szerintem, mint a elején, inkább nyilván így nem annyira gondolkozik az ember azon, hogy bocsánat, hogy mit csinál, most meg egyre inkább. Van, hogy szándékosan lopunk saját magunktól, konkrétan. Saját magunktól, nagyon fontos. Igen, saját magunktól az ér, szóval így vissza ér így mazsolázni olyan dolgokból, amiket mondjuk korábban csinált az ember, hogy az mondjuk mitől volt nagyon maradandó, vagy mitől volt a király számodra, vagy a közönségre, és akkor ezekből csomó elemet használtunk mondjuk ennél a lemeznél. Ja, egy ilyen evolúció minden évben. Én nagyon szeretem ezt a lemezt. Ez az első olyan lemez, amit hogyha végighallgatok az elejétől a végéig, akkor nem érzem azt a végére, hogy így elfáradtam például, ami szerintem egy fontos fejlődés számomra, mert idáig az előtte lévő 4 lemezt, hogyha hallgatom bármikor, akkor a végére azért már így kicsit így nem az, hogy elég volt belőle, de hogy így hú, így sok. Ez meg úgy valahogy olyan kett csináló, hogy így újra még egyszer berakjam, amit nem teszek meg, mert ezt hallgattam nagyon sokáig, úgyhogy most már mást hallgatok. Az előző lemeznél ott az volt, hogy ott azért nem tudtam nagyon sokat hallani, hanem ez egy iszonyatosan tömény, és még ezzel egyébként egyetértek a rajongókkal, egy borzasztó, sűrű, ilyen gyomormasszírozó lemez lett, ez már kevésbé. Tehát ezt inkább hamarabb hallgatom meg, hogyha mondjuk saját cuccaim közül hallgatok, mert ez, hát lehet ezt szót használni, szórakoztató. Van
vannak mindig új színek, most például a következő új szín az mondjuk ez a férfi lesz. Ez a férfi itt Balog Attila, basszusgitáros, aki idén lépett a távozó Pepelica Zoltán helyére. Szerinte a beilleszkedés zökkenőmentes volt, és a rajongóktól is jó visszajelzéseket kapott. A közönség az kifejezetten jól fogadott, és ez nagyon jól is esett nekem. Beilleszkedés, meg hát a Makival mi már 5 éve együtt zenélünk a másik zenekarunkban. Apival meg most áprilisban kezdtünk el együtt zenélni, korábbról már ismerjük egymást. Meg volt a vonal, hogy merre kell, hogy haladjunk. Rám lett bízva az egész ebből a szempontból, hogy fejtsük meg, hogy szóljunk, mint szóljunk, teljesen új felállás, új hangzás, új minden, de én úgy gondolom, hogy tök jó sült el ez az egész, mert majd meg lehet hallgatni, hogy mit hoztunk ki ebből a történetből. A Dungori az egy tök gönnyedebb vonal. Ott a Geri azért nem üvöltözik, nem rikácsol, mint a Pi. A Pi azért sokkal többet üvöltözik, és sokkal többet rikácsol, nyilván stílusjegyekből adódóan. Egy bolondot eszem a legjobbra. Hogy is jellemezném magunkat? Metál mindenféleképpen úgy, hangos, és az nagyon sok embernek szerintem ez valószínűleg nagyon zavaró zene lenne, hogyha úgy először beleugrik, mert a saját körülöttem lévő emberek sem értik igazából, hogy ez mi ez az egész, és ezt miért, mit lehet ebben élvezni. Egy nagyon frappáns választ kaptam egy ismerősömtől, és erre azt mondja, hogy egyébként egy ilyen 150 centis lányt kell elképzelni, és ő azt mondja, hogy ő, hogyha ezt hallgatja, akkor erősnek érzi magát. És így gyakorlatilag ezzel így gyönyörű szépen így körül is van írva ez az egész, hogy erősnek érezzük magunkat mi is a színpadon. Te erősnek érzed magad a színpadon? Nem annyira, de ha a kislány erősnek érzi magát, akkor elfogadom. Akkor annak mi örülünk? Nappal diák, este pedig az éjszaka egyik királynője. Ez te vagy, Réka. Veled beszélgetett a BTK TV stúdiójában Tóth Csenge. Te hogyan ajánlanád a nézőknek ezt a beszélgetést? Nem könnyű az embernek saját magát felvezetnie, de előjáróban talán annyit tudok mondani, hogy 15 évesen kaptam az első DJ pultomat, ma pedig a Koronita csapatának egyetlen női lemezlovasa vagyok. Kezdődött ez a DJ-zés a te életedbe? Hát tulajdonképpen 15 éves voltam, amikor én ezt az egészet elkezdtem, vagyis ezzel elkezdtem így foglalatoskodni. Hazamentem az iskolából, engem nagyon érdekeltek egyébként mindig is így a hangszerek, csak semmiben nem találtam meg azt a kiteljesedést, ami úgy igazán boldoggá tett volna. És akkor ötletelgettem, és így mondtam, hogy valami olyat szeretnék csinálni, ami kicsit egyediesebb, és nem az van, hogy mondjuk akár minden harmadik ember mondjuk ezt végzi. És akkor mondom, mi az, hát ilyen, ez mi lehet? És akkor így mondom, a DJ-skedés, az milyen menő? És akkor hát mondom, oké, hogy ezt én így nagyon szeretném, csak ezt mégis hogy tudom elkezdeni? És akkor néztem egyébként ilyen iskolákat is, de úgy akkor még így semmi olyat nem találtam, ahova így bátran be tudtam volna jelentkezni, és akkor tulajdonképpen teljesen magamtól elkezdtem videókat nézni, illetve volt egy ismerősöm, aki tudtam, hogy ezzel foglalkozik, és akkor igazából így indult, őtől kértem pár tanácsot, illetve megvettem tőle egy pultot, és akkor így elkezdtem gyakorolgatni, és így teljesen így magamtól építettem fel a tudásomat. Mi kell ahhoz, hogy valaki DJ legyen? Hát első körben szerintem elég egy laptop. Különböző programok vannak már erre, hogy a zene mixelést akár mondjuk te elsajátítsd, de egyébként rengeteg türelem, mert az elején az elengedhetetlen. Én is volt olyan, hogy
hogy hát 3-4 óra gyakorlás után még mindig azt éreztem, hogy ez nem úgy megy, ahogy kellene. Szóval szerintem türelem, kitartás, és kezdésképpen egy laptop elég, és utána majd szépen lehet a többit. 8 éve DJ-zel, ha jól számolom, ugye most vagy 23, és akkor 15 évesen volt az első pultod, vagy keverőd. Igen. Tehát, hogy hol volt az első fellépésed? Vagy azóta tehát milyen eredményeid voltak ez idáig? Hát tulajdonképpen a legeslegelső fellépésem az évként házi buli volt, szóval, hogy akkor még így oda hívtak így zenélni, nagyon örültem annak, amikor felkértek rá, örömmel el is vállaltam. Majd ami egy hatalmas mérföldkő volt, amikor közel a szülőfalumhoz, Baján, az egyik klubba tudtam fellépni, az volt tulajdonképpen egy ilyen áttörés, és azzal éreztem meg azt, hogy én ezt mindenféleképpen szeretném a jövőben folytatni, illetve ezt így akár hivatásszerűen végezni. Most már ez egy hivatás akkor neked? Mondhatjuk? Nekem igen, abszolút, abszolút. Nem is semennyire sem munkaként tekintek rá, hanem abszolút egy hobbi, illetve egy szerelem, ezáltal egy hivatás. Ugye van a zenében is számos stílus. Gondolom ez a DJ-zésben sincsen másképp. Te mit gondolsz, te milyen stílust képviselsz, vagy milyen műfajt? Hát tulajdonképpen, amikor én még elkezdtem, akkor teljesen a tech house irányába mentem. Most jelenleg, ha mondhatom, azt a koronita stílust képviselem, mert nem tudom azt mondani, hogy minimál, nem tudom azt mondani, hogy tech house, ez a koronita, ami jelenleg Magyarországon úgymond a zenékben tulajdonképpen ez a pattogósságát kifejezi, ez igazából ez a koronita, és ez a minimál, illetve a tech house-nak az ötvözete valahol. Ebben a karrierben, mert már ezt szerintem nevezhetjük azért karriernek, hiszen most már azért az ország különböző pontjain csinálod a bulikat, és buliznak rád a fiatalok, idősek egyaránt. A családod mennyire támogatja ezt? Nagyon, most már nagyon. Az elején ez nekik nagyon furcsa volt, mert egyébként én nem egy ilyen zenés családból származom, engem a családból mindig szinte csak engem érdekelt így a hangszer, a zene. A tánc az benne volt a családunkban, de ez a zenei világ ez egyáltalán nem. És én a gitárral kezdtem. Azt egyébként ők nagyon támogatták, meg karácsonyra kaptam meg így az első gitáromat, az nekem egy hatalmas nagy élmény volt, és akkor minél többet azon játszottam. De hát amikor a gitárt leváltotta a DJ-pult, akkor ezt nem igazán értették, hogy ez most így hova is fog ezt tartani ez az egész dolog. És akkor közel 4 évre rá volt az, hogy én így először egy klubba tudtam úgymond zenélni, amióta ugye elkezdtem tanulni, és akkor így mondták, hogy jó, akkor próbáld ki magad, aztán majd látod. És én annyira beleszerelmesedtem ebbe az egészbe, hogy akkor látták, hogy hát nincs mese, támogatni kell úgymond, és így is történt, és egyébként azóta meg aztán már főleg, és nem is kérdés az, hogy ezzel szeretnék foglalkozni így a jövőben. Egy DJ-nek mi a csúcs szerinted? Fú, ez egy nagyon jó kérdés. Ez nagyon jó kérdés, mert szerintem mindig olyan célokat kell kitűzni magunk elé, amit esetleg tudjuk azt, hogy azt el is tudunk érni. Szerintem nem egy jó stratégia, amikor az ember távlatokkal későbbi olyan célokat tűz ki, hogy akár még egy nemzetközi karrier meg azt is kitűzheti, csak szerintem megvan az a szint, ami után már azt tűzheti ki. Úgyhogy én csak saját magamra tudom úgymond ezt a kérdést fordítani, hogy mondjuk nekem mi a célom így jelenleg, amiről még nem szeretnék beszélni, mert ez egy olyan dolog szerintem, hogy ezt így még szeretném magamba megtartani, de mindenféleképpen, hogy először az itthoni piacnak tudjon a csúcsára jutni mondjuk az az ember, aki például mondjuk az én helyemben van, hogy még nem az van, hogy ott van, ahol lenni szeretne, de hogy oda tudjon kerülni, ezért úgymond így a jelenlegi itthoni helyzetet nézve tudjon a csúcsra jutni. Jelenleg milyen itthon a helyzet most, hogy így mondtad meg? Azért
azért azt tisztázzuk, hogy azért nőként ez teljesen más, mint mondjuk férfiként. Te hogy tapasztalod ezt, hogy ezek a tervek, álmok, ezek nőként mennyire nehezebbek? Szerintem most egy picit már könnyebb a helyzet, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt volt, így a női lemezlovasok terén. Egyébként azt tapasztalom, hogy egyre elfogadóbb a közönség is, illetve a kollégák is egyre befogadóbbak. Amire egyébként én egyre jobban figyelek, hogy minél sportosabban öltözködjek, amikor fellépni megyek. Hogy tényleg csak arra fókuszáljanak, hogy én, amit a két kezemmel a pulton tudok technikailag, csak azt hallják, ezután majd azt is lássák, és ne úgymond, ne egy nőt lássanak, egy szőkehajú nőt, aki így odaáll a pultba, és így azt figyelik, hanem inkább azt figyeljék, hogy mit tud ez a szőkehajú csaj, és ezért igyekszem minél sportosabbra venni a figurát, így a fellépési szettekben. Tehát akkor így próbálod úgymond eltakarni ezt, igen, a nőiességedet. Kaptál ilyen megjegyzést így korábban, hogy ezt így eldöntötted, hogy akkor te most sportosan öltözködsz? Én nem, viszont inkább azt mondom, hogy face to face nem. Hallottam vissza, és akkor mondtam, hogy tudok ezen változtatni is, és nem feltétlen csak úgy tudok eljutni oda, ahova szeretnék, hogy én magam utogatással, hanem úgy is, hogy a tudásommal. Ezzel 2023-as szemeszter adásunk végéhez értünk. Következő tartalmakkal 3 hét múlva jelentkezünk. A Szegedi Egyetemi Énekkar karácsonyi dalcsokrával kívánunk mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet. Jövőre találkozunk. Sziasztok! Viszontlátásra!